Dr. Dietrich Ernő vagyok, a Pécsi Tudományi Egyetem környezetmérnöki tanszékén dolgozom, a Műszaki és Informatikai Karon egyetemi adjunktusként, vízépítőmérnök az alapszakmám. Itt a tanszéken a vízes környezetvédelmi feladatokkal foglalkozom legfőképpen, és az egyik fő kutatási területem a klímaváltozás. Üdvözlöm Önöket a képernyő előtt! Nagyon jó érzés, hogy ma itt lehetek, és nagyon jó érzés, hogy egy ilyen fontos témáról tudok Önöknek előadást tartani. A cím megoldás a klímaváltozásra, ami nyilván egy nagyon nagy horderejű kérdést fog taglalni. Előre szeretném a tisztelt hallgatóságnak jelezni, hogy az előadásom időtartama 30 perc, ebben nem fog beleférni az egész rendszernek a pontos bemutatása. Egy ízelítőt szeretnék adni arról, hogy hogyan lehetne ezt a problémát megoldani. Körülbelül 20 éve foglalkozom a klímaváltozás problémájával. 20 éve kong a fejemben a kérdés, hogy vajon mi a megoldás erre a borzasztó komoly társadalmi szinten mindannyiunkat érintő problémára. Körülbelül 2 évvel ezelőtt kipattant a fejemből egy megoldásrendszer, amit megírtam egy könyvben. Ennek a könyvnek a címe itt látható ezen a dián. És ezt a könyvet bárkinek ingyen elküldöm, hogyha az alábbi e-mail címre küld ezzel kapcsolatban nekem egy soros kérést, mert a célom az, hogy ezt minél többen megismerjék ezt a rendszert, és minél többen elhiggyék, hogy van erre a nagyon komoly problémára megoldás. Mivel az embereknek a jó része nem hajlandó ilyen sokat olvasni, nem azért, mert nem hajlandó, hanem mert általában nincs idejük az embereknek, nagyon pörgősen élünk, ezért létrehoztam egy blogot is, aminek a címe szintén itt látható ezen a dián. Ezen a blogon hetente 2-3 alkalommal, 2-4 perces írásokban foglalom össze ezt a megoldásrendszert, így ha valaki hetente az életéből rászán 10-12 percet kis darabokban, akkor szép lassan összeállhat a fejében az a csodálatos kép, ami most jelenleg az én fejemben van. De térjünk rá egy kicsit a konkrét témára. Az első kérdés, hogy tény-e a klímaváltozás, hát ezen gyorsan túl akarok szaladni, hiszen 2004-ben a világ összes politikai ereje deklarálta a klímaváltozás tényét, és ma már hál' Istennek a lakosság 90%-a is a klímaváltozás ténynek és komoly problémának tekinti. Még mindig vannak, akik beszélgetnek mindenféle dologról, hogy a klímaváltozás nem is tény, vagy nem is komoly dolog, meg ilyen, és ehhez hasonló kijelentéseket hallunk innen-onnan. Hát ezek az emberek kezdenek olyanok lenni a szememben, mint a lapos föld hívők. Arra kérem Önöket, hogy ne nagyon hallgassanak rájuk a jövőben, és ezt a tényt, ezt tartsuk meg magunknak, és tegyünk meg mindent azért, hogy megváltoztassuk ezt a komoly problémát. A következő kérdés az szokott felmerülni az emberekben, hogy a klímaváltozás vajon az ember okozza-e? Lehetséges-e az, hogy nem az ember felelős ezért? A válasz egyértelműen nem. Ez a diagram jól mutatja, ezen a diagramon ez a piros csúcs, amit itt látnak, ez az ipari forradalom eltelt idő, és látható, hogy ezt egyértelműen az emberiség okozta. Előtte gyönyörűen lehet látni a természetes felmelegedési és lehűlési ciklusokat 400 000 évre visszamenőleg. Egyértelmű, hogy nagyon nagy bajt csináltunk, és egyértelmű, hogy nagyon rövid idő alatt. Újabb kérdés is felmerül ilyenkor, hogy oké, elfogadtuk, hogy a klímaváltozás tény, oké, elfogadtuk, hogy az ember felelős érte, de hogy meg lehet-e a klímaváltozást állítani középtávon. Itt fordítva van feltéve a kérdés a dián, hogy igaz-e, hogy nem lehet megállítani középtávon. Hát sajnos igaz, tényleg nem lehet középtávon megállítani a klímaváltozást, mert a nagyon sok oka van, de a legfontosabb fizikai ok az, hogy a ma légkörbe kipufogott klímagázoknak az átlagos kicserélődési ideje kb. 125 év. Tehát, hogyha most egy gombnyomásra meg tudnánk szüntetni az emberek összes kibocsátását, akkor is még 125 évig körülbelül melegedne a földgolyó. Úgyhogy az egyetlen egyes lehetőségünk az, hogy minimalizáljuk a hatásait, és megpróbálunk ehhez alkalmazkodni. A következő kérdés leginkább egy morális kérdés. Az a kérdés, hogy igaz-e, hogy nem kell minimalizálnunk a klímaváltozás hatásait? Tudnélik, olyan hangokat is lehet hallani, hogy jaj, de jó, hogy klímaváltozás van, legalább nem lesz olyan hideg a tél, és még sorolhatnám az egyre érdekesebb okfejtéseket. Ezekre nem kell hallgatni két okból sem.
Egyrészt a földi klíma az egy egyensúlyi rendszer, ugyanúgy működik, mint egy hajó a tengeren. A hajókra föl van festve az úgynevezett Plimsoll vonal, ami azért van felfestve, mert hogyha egy hajó ezen kibillen és ezen a vonalon túlbillen, akkor már nem fog tudni visszabillenni az eredeti állapotába. Ugyanilyen a földi klímarendszer is, hasonló egyensúlyi rendszer, hogyha túlbillentjük, akkor már nem akar az eredeti egyensúlyi állapotába visszakeveredni, hanem egy új egyensúlyi állapotot keres. A probléma az, hogy az új egyensúlyi állapot valószínűleg egy olyan klímarendszer és egy olyan ökológiai rendszer, ahol az embernek nincs helye, tehát az emberi élet számára alkalmatlan bolygót jelent az új egyensúlyi állapot. Tehát nekünk az a kötelességünk saját önvédelemből, hogy ezt a klímarendszert az eredeti állapotába próbáljuk meg visszabillenteni. A másik dolog egy nagyon fontos morális kötelesség, hiszen felgyorsítottuk a fajok kipusztulását. Ezek a fajok több száz, vagy több millió, vagy akár több tízmillió, több százmillió év alatt fejlődtek ki, és ezt a felgyorsított kipusztulást morális kötelességünk, hogy lelassítsuk, vagy megállítsuk. Most pedig térjünk rá a megoldásokra. Valamikor 10 évvel ezelőtt egy buddhista filozófustól olvastam egy sort, amiben az volt, hogy az emberiség minden lelki problémájának a manifesztálódása hulladék. Fordítva jelentette ki, hogy minden hulladék tulajdonképpen az emberiség lelki problémájának manifesztálódása. Ezt a kijelentést egy kicsit túlzónak éreztem. Úgy éreztem, hogy nincs egyértelmű ok-okozati összefüggés az emberek lelki problémái és a ténylegesen képzett hulladék mennyisége között. Ma már egyértelműen tudom, hogy ez igaz, és ezt a könyvemben bizonyítottam is. Az egy másik kérdés, hogy most az előadás terjedelme miatt ezt a bizonyítást nem tudom elmondani, de ennek a buddhista filozófusnak a kijelentését ki szeretném bővíteni azzal, hogy minden környezeti probléma, amit ember okoz, az nem más, mint az emberi lélek belső problémáinak manifesztálódása. Úgyhogy az emberi lélekben kell leginkább a problémát keresni, a probléma megoldását is keresni. Ami jó hír, hogy műszaki értelemben és tudományos értelemben felkészültünk a klímaváltozás megoldására, tehát képesek vagyunk arra, hogy ezt a problémát megoldjuk, ezt a problémát orvosoljuk. A rossz hír az az, hogy sajnos gazdasági értelemben, társadalmi berendezkedés tekintetében és az emberek átlagos lelki fejlettségi szintjét tekintve nem vagyunk még megfelelő szinten hozzá. Ami még talán jó hír és segítheti az érdeklődőket, hogy gondolkodtam, hogy írok egy könyvet a műszaki megoldások tárházáról, hogy bizonyítsam az embereknek, hogy milyen sok módon tudunk tenni a klímaváltozás ellen, de Paul Hawken, itt látható a könyve, Paul Hawken megírta ezt a könyvet, és ráadásul nagyon jól, és a HVG kiadó jó voltából, hál' Istennek magyarul is olvasható. Úgyhogy ezt a Visszafordítható című könyvet nagyon meleg szívvel ajánlom minden hallgatónak, hogy olvassa el. 100 olyan műszaki és tudományos megoldás van benne felsorolva, ami ma már gazdaságos, és amelyek segítségével bizonyítottan visszafordítható a klímaváltozás. Ahhoz, hogy az én megoldás csomagomról is tudjunk beszélni, ahhoz két fogalmat kellene bevezetnem. És ezt most meg is fogom tenni. Az első az önálló agglomeráció fogalma, a másik a természeti terület fogalma. Önálló agglomerációnak értem egy vagy több település olyan társulását vagy egyesülését, amelyet egy olyan zárt, önmagába záródó körvonal vesz körül, amelyen kívül csak természeti területek találhatók, és amelyen belül minden emberi tevékenység, ami az agglomerációt érinti, megvalósul. Ezt hívjuk önálló agglomerációnak. Természeti területnek azokat a területeket hívjuk, amelyek természetes állapotban vannak, vagy az ember természetközi állapotban vissza tudta őket állítani, és ezeken a területeken az elsődleges jogokat a természet fogja birtokolni a jövőben, nem pedig az ember. Magyarul a természeti területen az elsődleges jog a természeté, az agglomeráción belül pedig az elsődleges jogok az embereké. Az alapelv az, hogy az emberiség agglomerációkba tömörül, és ezekben az agglomerációkban a körülötte lévő természeti terület és az agglomeráció egyensúlyba kerül egymással, azaz az agglomeráció által kibocsátott emissziók nem léphetik túl a közvetlenül körülötte lévő természeti területek asszimilációs, vagyis magyarul mondva megkötő képességét. Ahhoz, hogy
meg tudjunk oldani egy problémát, ahhoz mindig ki kell tűznünk egy helyes célt. A klímaváltozással is az a probléma, hogy minden ország, minden nemzet eltérő stratégiával próbál ennek a komoly problémának nekiállni, és a rendszer eléggé kontraszelektív, azért mert a különböző országok sokszor egymás ellenható intézkedéseket hoznak. Mindenképpen fontos lenne egy globális összefogás, mindenképpen fontos lenne, hogy kitűzzünk egy olyan távlati célt, amely felé érdemes haladnunk. Hogyha egy hajón a hajós kapitánynak nincsen pontos célja, akkor az a hajó elég össze-vissza fog vándorolni a tengeren, és hát Isten is tudja, hogy célbe fog érni, és egyáltalán ezt milyen hosszú úton fogja megtenni. Ha pontosan tudjuk, hogy mit akarunk, akkor már tudjuk, hogy mi az egyenes út. Én fölállítottam egy olyan jövőt, ami teljesen elvonatkoztat a jelenlegi rendszerektől, viszont ma már tudom, hogy tudományosan is és műszaki értelemben is ez megvalósítható. A kérdés az, hogy felnövünk-e a feladathoz gazdasági és társadalmi szinten. Ez a helyes cél ez valahogy úgy szól, hogy az emberiség önálló agglomerációkban él, melyeket érintetlen vagy helyreállított természeti területek vesznek körül. Nagyon magas a technikai és életszínvonal, és ez a magas technikai és magas életszínvonal alanyi jog mindenkinek jár. A jövőben nincs pénz, nincs profit, nincs nemzetállamiság. Ezek mind hasznos és fontos elemei a mai társadalomnak, de ezek csak az ugródeszkák voltak ahhoz, hogy ehhez az álmodott célhoz eljuthassunk. Az egyéni boldogság és a lelki és tudati fejlődés a legfőbb társadalmi cél. Minden egyén ezt tűzi ki saját céljául, és ebben segíti a többieket. Az emberek tisztelik önmagukat, tisztelik embertársaikat, tisztelik a környezetet és tisztelik a Földet. Azt gondolom, hogy ha elvonatkoztatunk attól az ösztönös reakciótól, ami azt mondja ki, hogy jaj, hát de ez lehetetlen, és most mögé tudnék sorolni egy csomó ösztönös érvet, ami ilyenkor a fejünkben megfordul. Ha csak az a kérdés, hogy szeretnénk egy ilyen világban élni, azt gondolom, hogy az emberiség 99%-a egyértelműen igent mondana. A kérdés, hogy jutunk el ide? Hát a válasz nagyon egyszerű, 6 programba hoztam össze a megoldás csomagot, ezt ennek a 6 programnak az elnevezését itt láthatják a kedves nézők. Alapvetően ez a 6 program egymást segítően a jelenleg nagyon lefelé húzó fejlődési spirált egy fölfelé húzó emelkedő spirálba fordítja, és ennek a következménye az, hogy körülbelül egy 50-100 éves időtartam múlva igenis élhetnénk egy ilyen társadalomba. Térjünk rá ezekre a programokra, nézzük meg, hogy melyik mit akar. Sajnos csak címszavakat fogok tudni mondani, rövid ízelítőket. A könyvben, az ajánlott könyvben nagyon részletesen ki vannak ezek dolgozva. Most csak annyi a célom vele, hogy koncepcionálisan egy kis rálátást, egy kis belelátást tudjak adni ilyen rövid idő alatt önöknek. A globális revitalizációs program arról szól, abból a problémából indul ki, hogy a globális klímaváltozásnak csak az egyik problémája, hogy folyamatosan növekszik az emberek által kibocsátott klímagázok mennyisége. A folyamat gyorsulását nem csak ez okozza, hanem nagyobb mértékben okozza az, hogy a természeti környezetet drasztikus tempóba pusztítjuk, ezáltal a Földnek a klímagáz megkötő képessége drasztikusan romlik. A kettő ugye növekszik a kibocsátás, romlik a megkötő képesség. A kettő együttes hatása az, hogy egy egyre gyorsuló folyamaton ülünk, és egyre nagyobb bajba kerülünk időről időre. Ezért meg kell állítani az összes természeti terület további rombolását, minden természeti területet maximális védettséggel el kell látni, hát vagy azonnal, vagy amilyen rövid időn belül csak lehet, és azok a természeti területek, amelyeket az ember csak kismértékben degradált, azaz alacsony gazdasági költség mellett helyreállíthatóak, azokat helyre kell állítani, és a természeti területekhez kell csatolni. Most jön a nagy durranás, ez így önmagában nem elég, ezeken a területeken a természetnek jogot kell adni. Magyarul át kell alakítani a jogrendszert úgy, hogy nem csak az embernek vannak jogai, hanem a természetnek is, és a természetnek vannak elsődleges jogai a természeti területeken, az embernek elsődleges jogai csak az agglomerációs területeken belül vannak. Ezáltal bárki beperelhető, bíróság elé vihető, hogyha ezeken a területeken a természet ellen tesz. Nézzük a koncepcióját a globális agglomerációs programnak. Agglomerációba tömörülünk, és ezekben az agglomerációkban
arra törekszünk, hogy a lehető legnagyobb legyen a terület kihasználás. Magyarul a lehető legkisebb területre húzódjon össze az emberiség, és azok a területek, amik így felszabadulnak, azokat csatoljuk hozzá a természeti területekhez. A cél az, hogy egy agglomeráció körül a lehető legnagyobb természeti terület legyen, mert így lesz a legnagyobb az asszimilációs képesség. Ugyanakkor a másik oldalon az agglomeráción belül technikailag fel vagyunk készülve arra, hogy minimalizáljuk az emissziót. A kettő együtt ez úgy alakul, hogy az agglomerációnak addig kell csökkenteni az emisszióját, amíg a körülötte lévő természeti területnek a megkötő képességével egyensúlyba nem kerül. Ehhez egy csomóféle stratégiát mutat itt a DIA, amelyeket részletesen kidolgoztam a könyvemben. A globális népesség program a harmadik csomag. Ugye óriási probléma, hogy már jelenleg is túlnépesedett a Föld, és 2050-re kb. 14 milliárd főre becsülik a földgolyó lakosságát. Ha ez fennáll, fenn fog állni, és ilyen életszínvonalon, vagy ilyen módon fogunk élni, mint ahogy jelenleg, akkor ez egyértelmű ökológiai katasztrófa és visszafordíthatatlan klímaváltozás. Onnan már nem állunk meg, és már nem jövünk vissza. A globális népesség programra is van megoldás a könyvben, ami elkezdi mérsékelni a népesség számnövekedését, majd tetőzik egy ennél a prognosztizáltnál alacsonyabb szinten, és szép fokozatosan visszaáll egy egyensúlyi népességszám szintjére. Definiálva van a könyvben az egyensúlyi népességszám is, hiszen minden agglomerációnak a körülötte lévő természeti környezet megkötő képességétől függően meg kell határoznia az egyensúlyi népességszámot, és a világ összes agglomerációjának összes egyensúlyi népesség számából adódik, hogy mennyi lehet a Föld lakossága. Ez egy olyan célszám, amely irányában el tudunk menni, van hozzá teljesen demokratikus stratégia, és ezt tartalmazza a könyv. A globális boldogságprogram is nagyon fontos, hiszen az ipari forradalom óta az emberiség elcsábult. A technikai lehetőségek tárháza és a növekvő kényelem miatt materiális gondolkodásba csaptunk át, a lelki fejlődésünket szinte teljesen elfelejtettük. Nem tartjuk fontosnak, sokkal fontosabb, hogy milyen a külsőnk, még fontosabb, hogy milyen autóval járunk, még fontosabb, hogy milyen kényelemben élünk. Ez okozza tulajdonképpen a legnagyobb problémát. Vissza kell egy kicsit állnunk a régi idők mozihához, magyarul a lelki fejlődést kell életünk fő célkitűzésévé tennünk. Ehhez nagyon sok módszer és nagyon sok alprogram van a könyvben felsorolva, aminek a révén nagyon drasztikusan és nagyon rövid idő alatt lehet rengeteg széndioxid kibocsátást csökkenteni. Részleteibe sajnos nem tudok belemenni, de például Bhután országa egy nagyon jó példa, ahol nem a GDP a fő mérőszám, hanem az össznépi boldogságindex, és alapvetően tényleg az átlagos boldogság Bhutánban sokkal magasabb, mint a világ összes többi országában. A globális társadalom átalakulási program arról szól, hogy az előző négy programot hogy lehet társadalmi átalakulási rendszerrel támogatni. Hogy kell átalakítani ez az oktatási rendszert, hogy kell átalakítani ehhez a világ vezetőségét, milyen demokratikus, de irányított átalakulási folyamatok kellenek ahhoz, hogy a jelenlegi egymás taposó, egymással rivalizáló nemzetgazdasági rendszerből egy agglomerációs rendszerre alakuljunk át. Nyilván ez 50-100 év, de el lehet indulni ebbe az irányba, pontos lépésekre, programokba bontva részletezi a könyv ezt is. És az utolsó csomag a globális gazdaság átalakulási program. Mint mondtam, a jövőben nem lesz pénz és nem lesz profit, és hát szolgáltatás alapú lesz a társadalom, nem pedig gyártás alapú. Ezeknek a következménye az lesz, hogy teljesen egyensúlyba fogunk kerülni a természettel, mindezt úgy, hogy a technikai fejlődésünk sokkal gyorsabb lesz, mint most. Tehát semmilyen életszínvonal visszaeséstől nem kell tartanunk. A gazdaság átalakítható így, ez biztos, ennek a módszertana is a könyvben ki van részletezve. Ami nagyon fontos, hogy a jelenlegi világ alapvetően profit maximalizál, és alapvetően kényszerfejleszt, alapvetően rengeteg emberben sóvárgás generál, ezek a sóvárgások pedig tovább fokozzák a fogyasztást, olyan fogyasztást, ami egyébként felesleges. Tehát a gazdaság átalakulási programban vannak olyan összetevők, amikkel nagyon gyorsan, nagyon rövid idő alatt lehetne segíteni ezen a problémán. A végül mit tehetsz te mindezért?
Mert ugye sokan azt mondják erre, hogy jó, de hát ez nagy politikai kérdés. Jó, hát én ezért nem tehetek semmit. Jó, hát én túl pici vagyok, az én emisszióm az túl pici ahhoz, hogy bármit is tehessek ezért. A helyzet az az, hogy 7,6 milliárd ember emissziója, a közvetett és közvetlen emissziója okozza a klímaváltozást. Tehát 7,6 milliárd ember kicsi változtatása hozza a megoldást is. A műszaki lehetőségek tárháza végtelen, erről a blogomról sokat fogok írni, meg most is sokat írtam már, illetve ajánlottam ez ügyben egy könyvet. Az életmódváltoztatási lehetőségek tárháza is óriási, erről is nagyon sok mindent lehet már olvasni az interneten, ezügyben is ajánlom a blogomat, mert ott sokat lehet ezügyben is tájékozódni. Nyilván tudunk példát mutatni másoknak, és ezzel másokra is tudunk hatni. Ez is egy nagyon klassz dolog, sokan szídják a különböző közösségi oldalakat, hát ezeket pozitív dolgokra is lehet használni. Ez például egy ilyen. Hogyha visszaállsz a lelked gyógyítására, mint fő életcélra a külsőségek és a pénzhajhászás helyett, akkor észre fogod venni, hogy ösztönösen, drasztikusan fog csökkenni az ökológiai lábnyomod. Én már elég sokat haladtam ezen az úton, visszanézve biztosan mondhatom, hogy így van. Ehhez nyilván önzetlenséget kell fokozni az önzőséggel szemben, nyilván közösségi létben kell gondolkodni az önálló léttel szemben, és nyilván tisztelnünk kell a természetet, tisztelnünk kell az életet, és ami még fontosabb, hogy önmagunkat kell tisztelnünk és egymást. És hát legvégül egy záró gondolatsor. Nyilván sokan gondolják ezután az előadás után, hogy hát ez a Dietrich Ernő egy idealista, ez a Dietrich Ernő egy kicsit naív, ez lehetetlen, hát ez nem jöhet össze. Adams válaszul azt tudom mondani meggyőzésképpen, hogy Adams az 1700-as évek végén dolgozta ki a mai közgazdaságtan alapját. A mai közgazdaságtan alapjául pedig létrehozta az egységnyi végtelenül hedonista embert. Azt mondta, hogy az ember bár ma, akkor nem ilyen, de alapvetően azt mondta, hogy a közgazdaságtan alapegysége a végtelen hedonista ember, aki mindent azonnal, minden igényét az azonnali maximális kielégítése érdekében minden erőforrást hajlandó feláldozni. Erre azt mondták az akkori tudósok, filozófusok, hogy ez a rendszer, ez egy baromság. Azért baromság, mert van társadalmi etika, van család, van vallás, és az ember közösségben él, az ember az egy közösségi lény, és soha életében nem fogja a személyes önzését, a személyes egoizmusát a közösség elé tolni. Soha nem lesz az ember végtelen hedonista. Eltelt 250 év, az ő általa kitalált gazdasági rendszer, az nem csak egy gazdasági rendszer lett, hanem egy világkultúra. És hogyha jobban belegondolunk, akikre felnézünk a mai társadalomba, brókerek, színészek, politikusok, tisztelet a kivételnek, de a legtöbbje végtelen hedonista. Manapság a hedonizmus az már divat, hedonistának lenni menő, hedonistának lenni jó. Annak idején egy rendesebb társadalomban ezt még elítélték. Tehát átfordult a világkultúra, és átfordult a világ, hozzáigazodtak az emberek. 250 év kellett hozzá, viszont régen nem volt internet, a társadalmi átalakulási folyamatok lassúak voltak. Ma az internet világában, ebben a globalizálódott világban minden sokkal gyorsabb. Hogyha 250 év alatt át tudtuk formálni így a gondolkodásunkat, akkor miért nem tudnánk 50 év alatt elérni azt, amit az előadás elején elmondtam. Zárszóként egy kicsit humorosabb képpel szeretnék elköszönni önöktől. Ezen a képen látják, hogy a Mars megkérdezi a Földet, hogy hogy van, mire a Föld mondja, hogy hát nagyon rosszul érzi magát, mert hát homo sapiens-e van, mire mondja neki a Mars, hogy ahol ne aggódjon, mert egyszer majd el fog ez is múlni. Bízzunk benne, hogy nem fog elmúlni, bízzunk benne, hogy pozitív irányba fordíthatjuk a jövőt. Remélem ezzel az előadással is hozzájárulhattam ahhoz, hogy így legyen. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak.